Mivel új ajtókat is szeretnék feltenni, ezért ezeket a kereteket ki kell kapni. Ezt sem egyedül fogom csinálni, hanem apukám segít, mert mint látható, egyrészt még én sem nem csináltam ilyet, és várhatóan elég nagy darabok fognak bele kihullani, amit majd rendbe kell hozni. Fűrésszel nagyjából itt vágunk egyet, és akkor majd kiszedjük. Biztos nem fog kupán vágni? Ilyen csodás nagy darabok. Ja, mert hogy benne van a beépített szekrénynek a kerete is. Szegény az arácskának a jó kis bújós szekrényét is el kell bontani. De először leszedem az ajtót. Oké. Egy. Csinálnám én ezt egyedül, csak apukám nem hagyja, mondjuk lehet, hogy így utólag jogos is. Wow. Egy dolgó van, nem is gondoltam. Jé. Rejtett kincs benne. Hát nincs. Van itt fönt még néhány karnis, amit nem szedtem le. Ez egy olyan megoldással van rögzítve, plafonba van eresztve egy csavar, és egy anya tartja, ha minden igaz. Viszont sokszor lefestették már ezt a felületet, és azért a lukat előbb ki kell tisztítani, hogy beférjek a kulccsal. Oké, jött. Szóval úgy tervezem, hogy a pult, a konyhapult itt végig fog futni, egészen be az ablak alá, ezért erre a párkányra nincs szükség, úgyhogy ezt most le fogom venni. Nézzünk alá. Elvileg púrhabbal van kitöltve, arra van rá, itt már egy kicsit megkezdtem. Nagy kíváncsiságból, úgyhogy... Így egyszerűen el lehet emelni majd. Természetesen ki van húzva szilóval. Közben kitaláltuk, hogy mégsem fog kelleni ezt a léscsövet eltüntetni, eldobozolni, ami a fűtéshez tartozik, hanem inkább az egészet kiszedjük. Ugyanis itt a konyhában
ezt megszüntetjük, ahonnan már le is szedtük a radiátort, mert itt nem lesz rá szükség, ugyanis eleve elég meleg a lakás, és útban is lenne. És ez a vég így megy át ezen a kis falon, és folytatódik arra. Úgyhogy azon a ponton, nagyjából ott el fogjuk vágni, és apukám segítségével visszavezetjük, vagy rövidre zárjuk, igen. Azt a pontot felhasználva rövidre zárjuk. Először le kell szedni majd ezeket a bilincseket, de a legelső feladat mindezek előtt, hogy leeresztjük belőle a vizet, ahhoz először el kell zárni a kazánnál, kifolyatni, aztán pedig ebből a maradék, nem tudom, 5-6 méternyi csőből is ezen a ponton kinyitni és kifolyatni. Elzárni, vagy kinyitni. Jó. Igen, a folyamatos szerszámhiányosságok miatt kreatívan kell gondolkodni. Valahogy ez a rohadt imbusz az mindig otthon marad. Van egy ilyen remek kis, ez mondjuk nem az enyém, ez apukámé, de nekem is van otthon egy ilyen. Ezt kaptam pár éve a férjemtől karácsonyra. Úgyhogy. És nagyon sokat használtam. Remek kis szerszám. Akkor. Kéne egy ilyen csavargyűjtögető alkalmatosság. Na. Állandóan leejtem. Oké. Ez beleesett a vízbe? Nem. Nem hallottam, hogy koppant volna. Ez egy olyan művelet, amit csak azt csinálnak, aki ért is hozzá. Forrasztópisztolyjal megolvasztjuk a cínezést, hogy szét lehessen szedni a csöveket. Akkor jó, hogyha kifényesedett, vagy akár elkezd így folyni lefelé. Ezt apukám, mire beálltam a felvételre, már lekapta. Oké, szuper. Lehetne amúgy vágni és fűrészelni, flexelni, de mivel a részcső marha drága, ezért jó lenne a minél nagyobb darabokat megtartani belőle, mert az még jól jöhet később. Egy jobb teljesítményű pisztollyal gyorsabban meg lehetne csinálni, de most ez volt, úgyhogy ezzel dolgozunk. Mennyire forrósodik át a részcső? Hát a rész az nagyon jó, hogy a hőkészítés nagyon jó. Hát itt melegítem is 30 centire tőle forró. Na most úgy láttam, hogy megindult. Kéred a kesztyűt? Jaj! Aha! És nem kell azzal szórakozni, hogy eltüntessük. Szóval. És lekerült. Azokat már csak ki kell csavarni, és még a maradékot, azokat már csak ki kell csavarni, és akkor ezt a maradék csövet még visszavezeted önmagába. Igaz? Összekötjük.